Kedves kollégák, nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit mai napi webináriumunkon. Remélem, hogy hall mindenki. A mai napon Nagy Krisztina, a Televele Médiapedagógiai Egyesület elnöke fog nektek előadást tartani. Mégpedig Tudatosság, szűrés, biztonságos tájékozódás az online környezetben címmel. Szokásos tudnivalókat pedig majd a webinárium végén fogom nektek elmondani, és felkérem Krisztit, hogy tartsa meg az előadását. Köszönöm szépen, én is üdvözlök mindenkit. A mai alkalommal arra kértek engem a szervezők, hogy alapvetően arról a kritikai médiaműveltséget fejlesztő programunkról beszéljek, aminek a fantázia neve a drón, és ami ebben az évben készült el, és ebben az előadásban kiinduló pont az, hogy ezt a programot bemutassam, illetve valamiféle hátteret adjak a kritikai médiaműveltség fejlesztéséhez. Az előadás mottójaként, illetve kezdő gondolataként David Buckingham egy gondolatát választottam, ami nemrégiben jelent meg az egyik írásában. David Buckingham a brit média tanár, média pedagógus, aki közel 20 éve foglalkozik ezzel a területtel, és ebben az írásában, ami egyébként az álhírekről szólt, illetve arról, hogy a média oktatás hogyan tud reagálni az információs környezetben megjelenő álhírekre, kétségeit fogalmazta meg az ügyben, hogy a média oktatással meg lehet oldani az álhírek problémáját. Úgy fogalmazott, hogy a média oktatás az egy szükséges eszköze, annak a, vagy eleme annak a csomagnak, amivel megpróbálunk védekezni az álhírekkel szemben, ugyanakkor csak egy eleme, és nem fogja tudni megoldani a teljes problémát, és ennek az az oka, hogy a maga a jelenség az egy nagyon összetett társadalmi jelenség, de erről még majd fogok néhány szót szólni. Most valamiért nem tudom irányítani, de talán így jó. Tehát amiről én az előadásomban szeretnék beszélni, egyrészt röviden szeretnék arról az információs környezetben bekövetkezett változásról beszélni, ami egy új dimenzióba helyezte az álhírek terjedését. Ezzel összefüggésben szeretnék beszélni arról, hogy milyen lehetőségei és korlátai vannak a kritikai médiaműveltség fejlesztésének, milyen tartalmi és módszertani megfontolások tehetők. Ezek a megfontolások részben azokból a tapasztalatokból szűrhetők, voltak leszűrhetők, amelyek a drón oktatási csomag fejlesztése közben értek minket. Ezt a csomagot egyébként nem csak kialakítottuk, hanem az országban 10 különböző iskolában kipróbáltuk felső tagozatos, illetve középiskolás diákokkal a tavaszi fél évben. Így fog fölállni, vagy így áll föl ez az előadás, ez a struktúrája. Előjáróban magáról a jelenségről szeretnék néhány szót mondani. Hoztam néhány olyan képet, olyan hírt, ami illusztrálja ezt a jelenséget. Ez egy 2015-ben egyébként a magyar Facebook kommunikációs folyamban megjelenő hír volt, illetve két fotót látunk, ahol egyértelműen iszlám férfiak svéd zászlót égetnek, és ez a szöveg jelent meg a Facebook bejegyzés mellett. Illetve egy másik, ugyancsak egy 2015-ös Instagramos profil. A profilon keresztül végigkövethetjük egy bevándorlónak a menekülését Szenegáltól Spanyolországig. Saját magáról sok képet tett ki a különböző menekülésének a különböző állomásairól. A két
hír annyiban azonos, hogy mind a kettő álhír. Az első esetben, tehát a zászlóégetéses két kép, az nem Svédországban készült, nem 2015-ben, hanem 2010-ben, Malajziában és Bangladesben két képet látunk a fotón. És egy olyan Mohamed karikatúra miatt tiltakoznak ezek a férfiak, amelyek Svédországban jelentek meg, és azt szerették volna elérni a svéd nagykövetség előtt, hogy tiltsák be ezeknek a karikatúráknak a terjesztését. Tehát a kép nem ott készült, és nem akkor, mint ahogy egyébként a Facebook bejegyzésben megjelenik. A második példa, az Instagramos példa, az ugyancsak nem igaz, ez egy marketing kampánynak volt a része, egy fotós eseményhez próbálták így felkelteni a közönség érdeklődését. Az Instagram profil egyébként megjelent a mainstream médiában is, és maguk a szervezők, tehát a fotós rendezvény szervezők jelentették be nyilvánosan, hogy az egész fotósorozat, az egész profil egy figyelemfelkeltő kampánynak volt a része. És akkor hoztam még néhány olyan képet, amelyek közül nagyon sok hasonló kering az információs környezetben, amelyekről nagyon nehéz eldöntenünk, hogy valójában igaz-e vagy sem. Az első kép az például egy igaz kép, egy erdőtüzet látunk, és úgy tűnik, hogyha veszélyben lennének ezek az emberek, közben kiderül, hogy közben egy folyó van, tehát hogy ez nem egy manipulált kép. A második kép az Irma hurrikán kapcsán elterjedt hír, hogy cápákat lehetett a levegőben látni a hurrikán miatt. A harmadik pedig egy torszülöttnek a képe, amely ugyancsak bejárta a netet, ami ugyancsak egy valótlan, egy álhír volt. Egy rövid videót szeretnék bemutatni, ami sajnos angolul lesz, nem készült el ennek a magyar verziója. Ez a rövid videó azt próbálja illusztrálni, illetve azt próbálja bemutatni, hogy hogyan leplezhetjük le magunk ezeket az álhíreket, illetve hogyan fedezhetjük fel, hogy szúrhatjuk ki, hogy egy álhírrel van dolgunk. Nagyon gyors lesz ez a videó, remélem, hogy elindul. És azokat a kérdéseket, szempontokat próbálja rögzíteni ez a videó, hogy mi az, amire oda kell figyelnünk egy hír fogyasztása során. Here are five ways to spot fake news. Number one, look for unusual URLs. If they end with LO or .com.co, chances are they aren't legitimate news sites. Number two, dissect the layout. Look for grammatical errors, incorrect dates, bold claims with no sources, and sensationalist images. These are all red flags. Number three, dig deeper. Find out who wrote the article and who supports the site. If this information doesn't exist, or you need to register to get it, then question why. Number four, cross-check. Use fact-checking sites to confirm information and see whether other credible news outlets are reporting similar news. Number five, try a reverse image search. If the same picture appears in unrelated stories, you may have a reason to be suspicious. For more media literacy tips, visit us at commonsense.org. Ez volt a rövid videós, elnézést kérek az angolért, de nem volt magyar hasonló videó, ami elérhető lett volna. Azért szerettem volna bemutatni ezt a rövid videót, mert azt gondolom, hogy korán sem ilyen egyszerű a feladat, hogy néhány tényellenőrző kérdésnek a megtanításával megoldanánk ezt a problémát, és a kritikai média műveltség fejlesztése kifejezetten az álhírekkel szembeni felvértezés, az egy sokkal komplexebb és bonyolultabb feladat, aminek alapvetően az az oka, hogy maga a jelenség az egy nagyon összetett társadalmi jelenség. Így is lehetne fogalmazni, hogy a média és a politika aktuális tendenciáinak a tünet jelensége. Ebben az előadásban nem fogok sokat beszélni, vagy mélyre menni
magának a jelenségnek az elemzésével. Ezért kiinduló pontnak tekintem azt, hogy az álhírek új dimenzióba kerülése az összefügg azzal, hogy a nyilvánosság működése, a nyilvánosság struktúrája jelentősen megváltozott az elmúlt időszakban, a média és a nyilvánosság viszonya jelentősen átalakult. Álhírek mindig is voltak, amióta az emberiség kommunikál egymással, kommunikálnak az emberek egymással, azóta az álhírek velünk vannak, azonban az az új információs és média környezet, amelyben élünk, egy új dimenzióba helyezte az álhírek jelenségét. Nézzünk néhány olyan média vonatkozású okot, amely új dimenziót adott az álhíreknek. Az első talán az, hogy a felhasználók bekapcsolódtak a tartalom kínálatba, illetve a tartalom terjesztésbe, ami alapvetően alakította át azt a korábbi kapuos struktúrát, illetve bontotta meg azt a korábbi kapuos struktúrát, amely arra alapult, hogy a tömegmédiumok információs kapuőrként szolgáltak, és szűrték valamilyen formában, alapvetően újságírói sztenderdeknek megfelelően az információt. Ez az új információs környezetben, ez a korábbi kapuőr struktúra a tömegmédiumok hegemóniájának megtörésével ez megbomlik. A következő ok, amely az álhírek új dimenzióba kerülését jelenti, az a hálózati kommunikáció, illetve az infrastruktúrális hálózatnak az a jellemzője, hogy rendkívül gyorsan képes információt közvetíteni. Illetve nagyon fontos elem még az, hogy a digitális média környezet működése, illetve a nagy szolgáltatók, a információs technológiai cégeknek a működési modellje, az üzleti modelljei, azok alapvetően támogatják az álhírek terjedését, pedig azért, mert ott generálnak hirdetési bevételt, ahol kattintékony szenzációhajhász tartalmat kínálnak. Ez a fajta üzleti modell, ami a Google vagy a Facebook vagy más internetes forgalomirányító szolgáltatásoknak a működését biztosítja, ez ezt a fajta kattintékonyságot támogatja, ami az álhírek terjedését segítő ok. Ahhoz, hogy beszéljünk az álhírekről, érdemes definiálni. Itt következik a következő probléma, ugyanis a fogalomnak jelenleg ma még nincs egy tudományosan kimunkált definíciója. Acél Petra egy 2017-es tanulmányában úgy fogalmaz, hogy közéleti és média diskurzusok relativizálható fogalma. Mit is jelent ez, és mi ennek a háttere, jól illusztrálja ez a tipológia, amit azért hoztam ide, mert egy olyan kategória rendszerét adja az álhíreket, vagy a gyanús híreket közlő online oldalaknak, amely jól illusztrálja azt, hogy mennyire sokféle tartalom jelenhet meg az álhírek témakörében, és ha erről akarunk tanítani, akkor mennyire sokféle témával, milyen sokféle műfajjal, médiaszöveggel kell dolgozni a gyerekekkel. Ha mégis szeretnénk egy kiinduló pontot, egy definíciós kiinduló pontot találni, akkor ugyancsak egy nagyon friss tanulmányból választottam egy viszonylag rövid, de frappáns definíciót. Álhírnek tekinthető tehát az olyan közlés, amely szándékait tekintve is igazolhatóan hamis, és amely félrevezetheti az olvasóit. Ezeket a közléseket tekinthetjük álhírnek. Eddig a média kínálati oldalról beszéltem elsősorban,
De fontos beszélnünk a befogadásról, a befogadói oldalról, ugyanis a manipulatív tartalmak befogadása, terjedése, az nem pusztán egy kibocsátó jelenség, hanem aktív résztvevője a kommunikációs folyamatnak ebben az esetben is a befogadó, tehát egy befogadói jelenségnek is tekinthetjük, ugyanis a befogadónak a kognitív kapacitásai, az érzelmi viszonyulása, az azonosulása, az befolyásolja azt, hogy milyen módon hat rá az a manipulatív tartalom, milyen módon hat rá az álhír. És azt lehet feltételezni, hogy abban az esetben, hogyha a befogadó tisztában van az érintett témához tartozó információkkal, és jó a kritikai dekódoló képessége, akkor nagyobb arányban veszi észre, hogy manipulálni akarják, egy álhírt vele elhitetni. Tehát az, hogy a befogadó oldaláról közelítünk az álhírek felé, az legitim módon igazolható, és a befogadó fejlesztése az egy út lehet ahhoz, hogy harcoljunk az álhírek terjedésével szemben. Álhírek terjedésével. Melyek azok a fejlesztési területek, amelyek itt szóba jöhetnek? Ahogy említettem, ez nem pusztán egy rövid kritikai befogadás, illetve a szűrési kompetenciák fejlesztéséről szól csupán, tehát önmagában a tényellenőrzésnek a szempontjainak és a kérdéseinek megtanításával nem lehet ezt a problémát megoldani, ez egy sokkal összetettebb, komplexebb megközelítést kíván. Az első és nagyon fontos eleme a fejlesztésnek a több forrásból való tájékozódás igényének a kialakítása. Ez egy attitűdformálás jelent, ami a hírfogyasztás, a tájékozódási szokásokhoz kapcsolódó attitűdök fejlesztését célozza. Személyes lókuszként írja le James Potter, amerikai pedagógus, azt a elemét a média műveltségnek, amely a személyiség specifikus elemeit tartalmazza a média műveltségnek. A személyes lókusz az a terület, ami a célokat, illetve a hajtóerőt rögzíti, vagy tartalmazza a média műveltségen belül, és hogyha megvan és erős a személyes lókusz, akkor a média használat az uralt és tudatos tud lenni. Ennek az elemnek a fejlesztése az egy hosszú távú folyamat, mivel attitűd formálásról van szó, és azt kell kialakítani a gyerekekben azt az igényt, hogy egy hír kapcsán, hogyha valamiért gyanúsá válik, vagy csak úgy gondolják, hogy érdemes lenne más forrásokat is megnézni, akkor tegyék a fáradtságot is, és tájékozódjanak más forrásokból is a dolgokról. A következő nagyobb egység az a hír műveltségnek a területe. Tanítanunk kell a hírről magáról, tehát a hír műfaji jellemzőiről, hogyan működik egy hírgyár, és ennek keretében érdemes tanítanunk a minőségi újságírás sztenderdjeiről. A harmadik nagy eleme a kritikai befogadás és szűrési kompetenciák fejlesztése. Itt azokat a kompetenciákat kell fejlesztenünk, amelyek a tartalom hitelességének és a megbízhatóságának működéséhez szükségesek. Meg kell tanítanunk a gyerekeknek azokat a kérdéseket, azokat a szempontokat, amelyeket érdemes megvizsgálni egy média szöveg, egy tartalom kapcsán. Meg kell tanítanunk, hogy milyen manipulációs eszközökkel élnek a különböző szövegek, illetve a szövegek gyártói. És ezek teljessége, ez a csomag segítheti kritikai befogadást. A harmadik, illetve a negyedik nagy terület pedig a digitális média működése, ugyanis
Anélkül, hogy megértenénk azt, hogy a digitális média környezetben az információ áramlást milyen jelenségek befolyásolják, hogyan hat, hogyan irányítja a digitális médiát a média környezetben megjelenő nagy szolgáltatók, mint például a közösségi média szolgáltatók, vagy a keresőmotor szolgáltatók, a Google vagy a Facebooknak a működése, illetve üzleti modelljei. Ennélkül nagyon nehezen tudjuk megérteni azt, hogy hogyan is terjed az információ ebben az új hálózati kultúrában, és olyan jelenségeket kell megértenünk és megértetnünk a gyerekekkel, mint például a személyre szabott információáramlás, amelyet algoritmusok irányítanak, hogy az ebből következő információs szűrőbuborék jelensége. Ezek mind-mind olyan jelenségek, amelyek befolyásolják azt, hogy kihez milyen információ jut el, és milyen módon tud maga tenni azért, hogy sokoldalúan tudjon tájékozódni ebben az információs környezetben. És az ötödik elem, ami az álhír jelenségről való tanítás, amit mi azt gondoltuk a tananyagcsomag kialakítása során, hogy ez az elem ez csak a középiskolai környezetben képzelhető el, tehát a kisebbeknél, az általános iskolában még nehéz erről mélységében beszélni. Itt érdemes a középiskolában tematizálni már azt, hogy az álhíreknek milyen lélektani, az álhírek terjedésének milyen lélektani, és szociálpszichológiai okai vannak, az álhír történetiségét, vagy történeti kontextusát, tehát hogy ez nem egy új jelenség, hanem is velünk volt, és ezeket a témákat érdemes már a középiskolai feldolgozás során beépíteni a tananyagba. Ezek voltak azok a fejlesztési területek, amelyek teljessége biztosítja azt, hogy egy csomagban minden területre odafigyelve próbáljuk meg a diákokat felvértezni az álhírekkel szemben. Összegyűjtöttem azokat a nehézségeket is, vagy korlátokat is, amelyek nehezítik azt, hogy a kritikai média műveltséget, illetve az álhírekkel szembeni felvértezést tananyagosítsuk. Az első elem az, hogy a kritikai média műveltség a kritikai gondolkodás fejlesztésére ágyazódik, tehát egy olyan iskolai környezetben, ahol a gyerekek kondicionálva vannak arra, és az oktatási rendnek része, szerves része a kritikai gondolkodás fejlesztése, sokkal egyszerűbb a kritikai média műveltség tanítása is, míg ha az oktatási környezet nem kellőképpen, vagy nem kellő hangsúlyjal fókuszál a kritikai gondolkodás fejlesztésére, akkor ez a kritikai média műveltség fejlesztését is nehezít. Ez egy hosszú távú folyamat, a kritikai gondolkodás fejlesztése, és nem oldható meg egy tantárgyal természetesen, de hogyha maga a nagy, teljes egész, tehát az oktatási rendszer egésze támogatja a kritikai gondolkodás fejlesztését a gyakorlat szintjén, a pedagógiai gyakorlat szintjén, akkor ez segítheti azt, hogy a kritikai média műveltség az szerves része tudjon lenni a oktatásnak is. A következő elem a fact-checking tanítás módszertani nehézségei. Korábban, illetve hát a maga a médiaoktatás alapvetően a dolgoknak a média reprezentációjával, a társadalmi jelenségeknek a média reprezentációjával foglalkozik, és nem a dologgal magával. És ebben az esetben, amikor tényellenőrzést tanítunk a gyerekeknek, akkor sok esetben magával a dologgal kell foglalkozni, mert mutatok rá példát, mert a fact-checking tanításhoz kapcsolódó példában ez jól illusztrálható, hogy itt nem a médiaoktatáshoz szervesen kapcsolódó témakörök
jönnek elő elsősorban, hanem bizony biológia, vagy fizika, vagy földrajz, tehát olyan tantárgyak, amelyek segítik azt, hogy a tudáson keresztül lehessen, hogy a tudás szükséges ahhoz, ezek a más tantárgyakból jövő tudások szükségesek ahhoz, hogy valóban meg tudjuk ítélni annak az adatnak vagy információnak a valóságát. Ahogy már említettem, a csomag része az attitűdformálás, amely ugyancsak egy hosszú távú folyamat és speciális módszertani eszközöket igényel, erre is majd fogok példát mondani. Ez egy nehézségként azonosítható dolog azért, mert ez egy hosszú távon kialakítható folyamat, illetve maga az attitűdformálás egy olyan tanár-diák viszonyt feltételez, ami alapvetően a partnerségre épül, és akkor lehet hatékony attitűdformálást várni, hogyha a tanár-diák viszonyban megjelenik ez a fajta partnerségi viszony. A negyedik pedig az általános bizalomvesztések veszélye. Ez annyit jelent, hogy amikor kritikai készségeket fejlesztünk, akkor ott mindig megjelenik az, hogy ez esetleg elbizonytalanítja a diákokat, és általános bizalomvesztést, nihilizmust okoz, amit azért jó elkerülni, mert ez a fajta általános bizalomvesztés, amikor a gyerekek már semmilyen tartalmat nem hisznek el, amit a tanárban találnak, az összeesküvés elméletet megállja. Tehát amikor tananyagot fejlesztünk, illetve amikor erről beszélünk, és ezt tanítjuk az iskolában, akkor erre a szempontra mindenképpen oda kell figyelni. Erre is fogok majd példát mondani, hogy a mi tananyagunkban ez hogyan jelenik meg, illetve hogyan próbáltuk ellensúlyozni az általános bizalomvesztés veszélyét elkerülni. Néhány szót mondanék erről az egyesületről, még mielőtt bemutatnám ezt a tananyagot. Az egyesületünk közel 10 éve jött létre, kifejezetten azzal a céllal, hogy kisiskolásoknak, óvodásoknak, médiapedagógiai foglalkozásokat fejlesztünk és tartsunk. Szabadon hozzáférhető tananyagokat készítettünk az elmúlt 4-5 évben, pont azzal a céllal, hogy a tanárok számára, illetve az óvodapedagógusok számára elérhető tananyagokat kínáljunk, amelyeket ők is tudnak használni pedagógiai gyakorlatban, illetve a tanároknak tananyagokat is fejlesztettünk az elmúlt. A honlapunkon nagyon sok minden elérhető, a tananyagok, illetve mindenféle háttér információ a tananyagok megtartásához. Annyit még talán elmondanék az egyesületről, hogy sokféle gondolat, sokféle szakember vagyunk. Vannak köztünk pszichológusok, szociológus, jogász, tanár természetesen, és a tananyagaink úgy próbáljuk összeállítani, hogy ezek a szempontok és ezek a területek mind megjelenjenek ezekben a programokban. Na és akkor nézzük ezt a programot, ami tehát a kritikai média műveltség fejlesztését próbálja segíteni. Két csomag készült el, az egyik felsőtagozatos diákok, a másik pedig iskolai diákoknak. Az egész programot egyébként az Open Society Foundations támogatta. A program tavaly indult, és ebben az évben májusban ért véget. Fejlesztésből állt, illetve, ahogy említettem, 10 különböző iskolában valósítottuk meg ezt a programot. Sok helyen tanítottunk az országban, nem csak Budapesten, hanem vidéki iskolákban is. Nem fogok egy teljes panorámaképet adni erről a tananyagról, azért nem, mert a koncepcionális alapoknál és a fejlesztési területeknél
sok mindent elmondtam már, ami megjelenik a anyagban. Itt csak azokat a témaköröket szeretném kiemelni, amelyek megjelennek, és hangsúlyos elemként jelennek meg ebben a tananyagban. Nagyon hangsúlyosan jelenik meg az online információ megítéléséhez kapcsolódó ismereteknek, illetve készségeknek a fejlesztése több gyakorlaton keresztül. Megpróbáljuk a gyerekeknek megmutatni ellenőrzés műveletét. A digitális média működéséhez kapcsolódóan a nagyoknál, tehát a középiskolai tanulóban megtalálható az a algoritmus feladat, amit egyébként be is fogok mutatni részletesebben, amely az algoritmus alapú személyre szabott információ áramlást, illetve az ebből következő információs szűrőbuborék effektust próbálja elmagyarázni a diákoknak egy kártyajáték, szerepjáték formájában. A kritikai befogadás fejlesztése különböző szövegeket szedünk darabokra, és megpróbáljuk a médiaszövegek rejtett üzenetét megtalálni. Erről is fogok példát mutatni, hogy hogyan zajlik egy ilyen szöveg nyomozás a rejtett tartalom után. Digitális eszközhasználat. A foglalkozásokon tableteket használunk a gyerekekkel, de nagyon sok feladat úgy néz ki, hogy tabletet is használnak a gyerekek, de papír alapon is megkapják azokat a szövegeket, amelyek a digitális formában, a digitális eszközön elérhetők. Illetve a digitális eszközt használjuk még különböző applikációk iskolai környezetben való bevezetésére, például használunk online quiz, Kahoot applikációt, illetve kapcsolódik a digitális média szövegalkotáshoz, mert hogy a tableten készítenek a gyerekek saját média szöveget, mémeket készítenek az egyik foglalkozáson. Módszertani elemekről röviden csak annyit mondanék, hogy a médiapedagógia egyik kiinduló pontja az, hogy a gyerekek saját média élményeiből indulunk ki. A foglalkozásoknak is szerves része az, hogy a gyerekek saját média élményeit hívjuk elő, és arra próbáljuk felépíteni azt a tudást, azokat az új ismereteket, amelyeket szeretnénk átadni a média műveltség fejlesztése körében. Az ismeretszerzés ezeken a foglalkozásokon gyakorlatcentrikus, tehát mindig valamilyen feladaton, valamilyen aktivitáson keresztül ismerkednek a gyerekek az új információval, és ezeket az információkat szeretnénk, vagy ezeket az ismereteket elhelyezni a saját világukban, de ez mindig egy gyakorlaton keresztül, tehát mindig közös feladatokon keresztül zajlik. Általában kis csoportban dolgoznak a gyerekek, 4-5-en együtt, kooperatív feladatmegoldás keretében. Használunk drámapedagógiai elemeket, sokat szoktunk szerepjátékot játszani, van, amikor nyitott formában, van, amikor irányítottabb formában. Használunk kártyajátékokat, önállóan fejlesztett, tehát kifejezetten a foglalkozásokhoz fejlesztett és legyártott kártyajátékokat. Egyébként ezek a kártyajátékok a csomag részei, tehát szabadon letölthetők, kinyomtatva bevihetők órára. Ez a játékosítás fontos eleme a médiapedagógiai módszertani tárának, mert ezen keresztül sokkal hatékonyabban lehet ismeretet átadni az tartalmai szerint. Illetve minden foglalkozásnak része valamilyen média szövegalkotás, amikor a gyerekek saját média szöveget alkotnak, és azon keresztül gyakorolják be, mélyítik el azokat az ismereteket, amelyeket megszereztek az egyéb feladatmegoldás körében. Három, illetve négy nagyobb gyakorlatot szeretnék bemutatni foglalkozás csomagból. Az első gyakorlat az egy fact-checking gyakorlat, tehát egy tényellenőrzést végzünk a gyerekekkel.
A feladat célja a kritikai befogadás fejlesztése, az információ hitelességének értékeléséhez kapcsolódó ismeretek és készségek fejlesztése. Ez a gyakorlat, amit most meg fogok mutatni, ez a felsősöknek a csomagjában van benne. Egy olyan hírt választottunk ehhez, amelyik azt gondoltuk, hogy igazodik a gyerekeknek az érdeklődéséhez, illetve befogadási képességeihez. Ez a hír egyébként, ami egy harkályon repülő mennyétnek a képe, illetve egy rövid üzenettel került ki ez 2015-ben a Twitterre. Egy természetfotós, egy másik természetfotós, Martin Mimének a képét twittelte ki azzal a szöveggel, hogy a harkály aztán később elmenekült. Ez a kép egyébként nem csak a közösségi média felületeken volt látható, hanem aztán a mainstream médiában is megjelent. Magyarországon van az időben az RTL Klub is foglalkozott vele, próbálta feldolgozni, hogy ez valós vagy nem valós kép. Hogy is néz ki ez a gyakorlat? Először megmutatjuk a képet a gyerekeknek, és elkezdünk velük beszélgetni arról, hogy mit is látnak ezen a képen. Próbálják meg a kép alapján leírni azt, hogy mi történik. Aztán megkérdezünk tőlük, hogy szerintük ez egy valódi, vagy egy manipulált, egy megcsinált képe. Egy szavazás történik erről. Majd megkérjük őket, hogy adjanak címeket a képnek, illetve valami kis történetet is kreáljanak hozzá kis csoportban. Ez mind kis csoportos feladat megoldás már, de ez egy közös beszélgetés keretében zajlik. Ezek a például néhány a gyerekek által adott cím, illetve néhány történet morzsa olvasható a szlájdon. És utána következik a nyomozás. Kis csoportban a gyerekek megpróbálják a kapott információs csomagok alapján kideríteni különböző szempontok megvizsgálásával, hogy az információ az valódi-e, vagy pedig hamis. Az első csoport megvizsgálja az állatoknak az élőhelyét, illetve a testi adottságait, és az a kérdés, hogy ezen információk alapján ez megtörténhetette, ez az esemény, vagy sem. A B csoport ugyanígy megnézi az életmód és a táplálékszerzéshez kapcsolódó információkat, a C csoport a kép forrását, a forrás hitelességét, a D csoport pedig a fénykép hitelességét vizsgálja meg. A gyerekek megkapják ezeket az információkat, egyrészt a tableten is rajta van, másrészt pedig kinyomtatott papír alapon is megkapják. Körülbelül, ahogy itt a képen lehet látni, 4-5-en dolgoznak együtt egy kis csoportban, és utána a kis csoportonként a megvizsgált információk alapján eldöntik, hogy a megvizsgált szempont alapján igaz vagy nem igaz a hír. Sokféle kép, illetve információt kapnak a kis csoportok. Ez például egy olyan csomag, ami abból a csomagból való kép, ami a képnek a hitelességéről szól a fotónak, mert kiderül, hogy nem csak az az egy kép készült, hanem több kép is van, és ezt is a gyerekek rendelkezésre bocsátjuk. Ez is segíti azt, hogy ha több kép készül valamiről, akkor az jobban hihető, hiszen nem csak egy kép manipuláció, hanem több is elérhető. És utána pedig mozaik módszerrel dolgozzuk fel a kis csoportoknak az eredményeit, tehát új kis csoportok jönnek létre, és minden kis csoportban van egy-egy korábbi kis csoportból egy-egy tag, és közös döntést hozunk az osztályban arról, hogy az összes megvizsgált szempont alapján a kép az valódi, vagy pedig hamisított manipulatív. Általában az volt a tapasztalatunk a tanítás alapján, hogy a gyerekek
azt mondták, hogy igaz. Kép, és ez így is volt, ez a kép, ez valódi. Nem véletlenül választottunk egy olyan képet, valódi volt és nem hamis. Így próbáltuk azt az üzenetet közvetíteni, hogy ellensúlyozni az általános bizalomvesztést. Ezt így próbáltuk ezzel elkerülni, hogy egy olyan képet mutattunk, amiről aztán kiderült, hogy igaz. Ezek után beszélgetünk egy kicsit a gyerekekről, gyerekekkel arról, hogy vannak olyan források a neten, amelyek maguk is kínálnak tényellenőrzést, ezek az álhíreket figyelő oldalak. Sajnos magyarul nem sok van még, tehát a magyar nyelven kevés elérhető, de a nagyobbaknál már érdemes felhívni az angol nyelvű fact-checking oldalakra is a figyelmet, amelyek segíthetnek, ha elakadunk, hogy gyanús tartalmat találunk, meg lehet nézni ezeket az oldalakat, hogy hát ha foglalkoznak vele, és hát ha megoldják már előttünk a fact-checking feladatot. Az egyik legnagyobb fact-checking oldal ez a Snopes, és ez is foglalkozott ezzel a hírrel, és megállapította a fact-checking alapján, hogy igaz volt ez a hír. A feladat végén pedig van egy összegző, elmélyítő visszakérdezés, amikor a gyerekeknek felkínált lehetőségek közül kell hármat választani, ami az információ hitelességéhez, a vizsgálatához, illetve a megbízható közlés szempontjait rögzítő katalógusból vagy listából kell hármat kiválasztani. Ehhez kapcsolódott ehhez a fotóhoz a média szövegalkotás. Adta magát, hogy mémeket fogunk készíteni a gyerekekkel, mert a hír megjelenését követően rengeteg mém jelent meg a médiában. Ez két olyan mém, ami látható volt korábban az információs környezetben. A mém készítés azért is, vagy azért is jó hozzákapcsolni a média szövegalkotást egy témakör tárgyalásához, mert egyrészt akkor taníthatunk magáról a média szöveg típusról, tehát a mémről, illetve a mém készítéshez kapcsolódó felelősségi kérdések is tematizálhatók. Ebben az esetben megtanítottuk a gyerekeknek a mém, ezt a Mematiknak, ez egy mémkészítő appnak a használatát, és beszélgettünk velük a mémről, mi ez a média műfaj, illetve hogy milyen szabályok vonatkoznak rá, milyen felelősségi megfontolások. Tehát érdemes tenni, amikor mémeket készítünk. Mutatok néhány olyan mémet, amit a gyerekek készítettek foglalkozások során. Ez lehetőséget ad az önreflexióra, arra, hogy elgondolkodjanak a saját viszonyukról a konkrét hírhez kapcsolódóan. És jó játék, és nagyon jó szórakozás a gyerekeknek, amikor ilyen médiaszövegeket alkothatnak. A következő gyakorlat, mert látom, hogy nagyon rohan az idő, ez egy algoritmus gyakorlat, amikor is a személyre szabott információ áramlás modellezése történik, és a szűrőbuborék jelenségének a megértése, a célja ennek a gyakorlatnak. Középiskolások számára készült csomagban helyeztük el, szerepkártyával és posztkártyák segítségével egy szerepjáték, kártyajáték formában zajlik ez a gyakorlat. 5 kis csoport dolgozik itt is, ebből 4 kis csoport egy valamilyen karakter szerepébe bújik bele. A karakterekhez kapcsolódóan kap kártyákat, szerepkártyát. A szerepkártya tartalmazza a karakternek az életstílusát, az információs fogyasztási szokásai, tudatosságát ez ügyben. És van az algoritmus, akinek a szerepéről majd mondok még néhány szót. De a feladat az, a karakterek szerepben lévő kis csoportok feladata az, hogy a felkínált posztkártyákból karakternek megfelelő
posztokat válogassanak ki. Szerintük a karakter milyen posztokat posztolna egy közösségi média oldalon. Utána az algoritmus megnézi ezeket a posztokat, ő nem látja a karakter magát, tehát hogy milyen karakter posztolta ezeket a posztokat, csak magát a posztokat látja. Készít magának egy profilt arról, hogy vajon milyen lehet ez a karakter, és utána ő az, aki új posztokat küld a karakternek az alapján, hogy mit gondolt arról, hogy milyen karakterű, milyen jellemzők, milyen tulajdonságokkal felruházott személy volt az, aki ezeket a posztokat kiválasztotta. Tehát itt a személyre szabott információ áramlásnak a folyamata, illetve az algoritmus működése modelleződik ebben a gyakorlatban, ahol is, hogy az algoritmusok azt csinálják, hogy az online tevékenységek alapján profilt készítenek a felhasználóról, és a profilnak megfelelő információkat közvetítik utána az információs környezetből. És ez az, ami egy információs szűrő buborékot képezhet a felhasználó köré, hogyha nem figyel oda, és csak az algoritmus alapú személyre szabott információ alapján használja a netet. És akkor a gyakorlat végén egy alapos átbeszélése zajlik a csoportokkal, hogy mi is történt, hogyan működött az algoritmus, hogyan válogattak a karakterek a posztok közül, tehát egy mély átbeszélése az egész folyamatnak, amin keresztül megérthetővé válik a személyre áramlás, és ebben az algoritmus szerepe. És akkor az utolsó gyakorlat, amit gyorsan még megmutatnék, ez a média szöveg elemző gyakorlat, ahol az elemzés szempontjait próbáljuk a gyerekekkel megtanítani, illetve azokat a kérdéseket, amelyeket érdemes feltenni a média szöveg rejtett üzenetének feltárása kapcsán. Ez a gyakorlat, amit most bemutatok, ez a felső fokozatosoknak a csomagjában szerepel, itt is kis csoportban dolgoznak a gyerekek, különböző szövegeket dolgoznak fel, megadott szempontok alapján. Itt is törekedtünk arra, hogy az ő világukhoz kapcsolódó, számukra érdekes tartalmat, médiaszöveget dolgozzunk fel. Feldolgoztunk közösen némelyik kis csoport a Haribónak a Facebook oldalán megjelent posztot, illetve az ahhoz kapcsolódó Haribó honlapon megjelenő rövid leírást arról, hogy miből készül a gumicukor. Tehát ez az, amit feldolgozott az egyik kis csoport. A másik kis csoportok pedig egy szerkesztőségi cikket dolgoztak föl, amely arról szólt, hogy tulajdonképpen a gumicukor egyik alkotó eleme a zselatin, és a zselatin pedig állati hulladékokból készülő anyag, tehát lényegében a gumicukor az vágógumi termékek készterméke. Ez egy elég provokatív cikk volt. A cikk alapja egyébként egy fizike rövid film, amely bemutatta a gumicukor gyártási folyamatát. Ezek voltak azok a szövegek, amelyeket a gyerekek kaptak. Ezek rövid szövegek voltak, és kaptak hozzá egy kérdőívet, ami alapján fel kellett dolgozniuk ezt a szöveget. A kérdőív alapja ez a Matrix volt, ahol is azokat a kérdéseket találjuk, amelyeket föl kell tennünk egy médiaszöveg elemzése során, hogy a médiaszövegnek a rejtett üzenetét megfejthessük. Ebben én most azért nem fogok bővebben belemenni, mert az előadásnak az anyaga az hozzáférhető lesz, és ez egy elég összetett slide, és úgysem lehetne teljes mélységében bemutatni. Jól látható ezen, hogy az alapkérdések, amelyek felmerülnek egy médiaszöveg elemzése során, és darabok a szedése során, az az, hogy
kik az alkotók, illetve kiket céloz az a szöveg. Ennek része az is, hogy visszakérdez a Matrix arra, hogy én hogyan viszonyulok. Már számomra mit jelent? Rám milyen hatással volt az a szöveg? Tehát, hogy ez része a közönség vizsgálatának. A második nagy elem a magának a jelentésnek, az üzenetnek a megfejtése, illetve a harmadik pedig az ábrázolás és a valóság kontextusa a szövegnek. Természetesen ez egy túlságosan bonyolult és komplex mátrix ahhoz, hogy ezt felső tagozatban ilyen módon lehessen bevinni egy órára. Ezért mi ezt jelentősen leegyszerűsítettük, ezt csak azért akartam megmondani, hogy ez volt a kiinduló pontja a gyerekek feladatlapjának. És a feladatlapból vettem ki egy rövid részt, és ahogy látható, a felsősöknél válaszokat is adtunk, illetve ezekből a válaszokból kellett a gyerekeknek kiválasztaniuk, szerintük megfelelőt. Tehát nem bíztuk a teljesen rájuk azt, hogy azt gondoltuk, hogy felső tagozatban ez lehet, hogy megfelelő lenne, és ezért választ lehetőségeket adtunk a gyerekeknek, amiből ki kellett választani a megfelelő választ. És ezek után, tehát miután minden kis csoport feldolgozta a saját szövegét és válaszolt ezekre a kérdésekre, utána újra egy közös megbeszélés következett, és megpróbáltuk ezeket a szempontokat közösen, és ezeket a kérdéseket közösen átbeszélni, és egy gondolattérkép segítségével rögzíteni azokat a legfontosabb kérdéseket, amelyeket fel kell tennünk egy médiaszöveg rejtett üzenetének megfejtéséhez, a médiaszöveg kicsomagolásához. És ezeket egy gondolattérkép segítségével elrajzoltuk közösen a gyerekekkel. És akkor záró gondolatként csak néhány olyan elem, ami megtalálható ezekben a csomagokban, tehát részletes uravázlatok, instrukciókkal, háttéranyagokkal, ami segítik a tanárok felkészülését, minden olyan multimédiás segédanyag, ami a gyakorlatok tanításához szükséges, illetve, ahogy említettem már, a kártyajátékok, nem csak ez az egy kártyajáték szerepel a csomagban, ami az algoritmus gyakorlathoz kapcsolódik, hanem az online információ megítéléséhez kapcsolódóan is van egy kártyajáték a kicsiknek, tehát a felsősöknek. Nagyon szépen köszönöm Krisztina előadását. Nagyon szépen köszönöm. Az a kérdésem, hogy van-e valakinek kérdése? Hogyha van valakinek kérdése, akkor az legyen kedves beírni a chatbe, középre, és akkor ezt mindenki fogja látni, és akkor Kriszti tud rá válaszolni. Várunk egy kicsit, mert látom, hogy többen is írnak. Amíg érkeznek a kérdések, addig elmondanám, hogy a következő webinárium november 27-én 19 órakor lesz, az e-book készítés csodálatos világa címmel, melyet Egri Józsefné fog majd nekünk tartani, arra a webináriumra is várunk majd mindenkit szeretettel. És úgy látom, hogy a kérdésíró lendület az megállt, hogyha még sincsen kérdés, akkor nem sokára kolléganőm be fogja rakni azt a linket, amelyre, hogyha rákattintotok, ki kell tölteni csak az űrlapot, és akkor fogtok kapni egy elektronikus oklevelet arról, hogy részt vettetek ezen a webináriumon. És akkor szeretném megköszönni az Oktatási Hivatal eTwinning program
a Digitális Pedagógiai Módszertani Központ és az IVS nevében is, hogy itt voltatok velünk a mai webináriumon. További szép estét kívánok mindenkinek. Szervusztok!